Bátaszéken már készítik a város adventi koszorúját, hiszen vasárnap elkezdődik az ünnepkör. Ebben az időszakban, vagyis a következő 4 hétben fizikailag és szellemileg is érdemes ráhangolódni a közelgő karácsonyra. Nyúl Viktor, a település plébánosa azt mondja, ilyenkor még nagyobb szükség van arra, hogy észrevegyük a nehéz helyzetben élőket. A gondoskodásnak, a szolidaritásnak, osztozásnak olyan lehetősége is vannak, hogy például meglátogatni egy idős embert, meghallgatni panaszait, nehézségeit, örömeit, amit el szeretne mondani. Tehát a betegek iránt, az idősek iránti gondoskodásnak olyan konkrét formái is vannak túl az adományozáson, mint például a telefonon való felhívás, meglátogatás, segítés különböző módjai. Sok családnak azonban nem csak lelki, hanem anyagi támaszra is szüksége van. Éppen ezért a bátaszéki katolikus plébánia csatlakozott az országos Caritas által meghirdetett tartós élelmiszer csomaggyűjtéshez. Itt hagyomány Bátaszéken is a tartós élelmiszer gyűjtés, ezt meghirdettük az előző vasárnap, és itt a hívek lehetőségeik szerint hozzák a tartós élelmiszer adományokat, amiket törekszünk itt a templomban összegyűjteni, a Caritas munkatársaival ezt szortírozni, és elvinni a rászoruló családoknak. Az élelmiszereket advent 3. vasárnapjáig, vagyis december 18-áig várják a templomban vagy a plébánián. A felajánlásokat a bátaszéki rászoruló családok kapják majd meg, még az ünnepek előtt.